takeoff runway 3. Arclight Lima Hotel, 6-9er contact Budapest approach on 124.9er. Going to 124.9er Arclight Lima Hotel 6-9er. Budapest approach Arclight Lima Hotel 6-9er is at 1,600 feet, climbing 5,000 feet. Arclight Lima Hotel 6-9er Budapest approach, continue to BP 801 as planned. Altimeter 29.97. Arclight Lima Hotel 6-9er, keep speed below 230 knots. Keep speed below 230 knots, Arclight Lima Hotel 6-9er. No. Auto takeoff. CLNA ezé, menjen magától. Annyit állítottam összesen, hogy a barométrik altitúdot ugye a 29.97-re, és akkor ILS infót bekapcsoltuk. Ugye az ILS info, az itt látszik, ez a pici lila bizbasz. A flight director meg ez, hogy hova fog menni a gép. Na most, mivel nem csináltam semmiféle nagy, hatalmas húhát, ezért fog csinálni a gépbe egy olyat, hogy visszamegy. És itt, amikor ideérek, akkor kapcsolom át, tehát most nyilván managed módban van már, és ezért ő automatikusan fel is mászik 5000-re, tehát látszik itt, hogy mindjárt ott is vagyok. Igen, managed módban van a speed és az altitude is már most. De mondjuk nyilván, hogyha nem managed módba akarod rakni, mert ugye nem 5000 van a flight planetben, hanem mondjuk 25000, akkor átrakod addig selectedbe, amíg fönn akarsz lenni, mit tudom én meddig, amíg ugye ez a rész tartana, tehát ugye itt az a felszálló rész, ez lenne a normális esetben itt ez a... Nagyon be tudok ebbe zoomolni. Igen, tehát innen a TPS-től a B300-ig, addig lenne a akármilyen táv, amit repülök. És akkor utána mindjárt elérünk oda, és akkor onnantól kezdve mehet a landolás rész. Fontos, ha a hülyéje nem kapcsolja be magától, mert most úgy indítottam, hogy a rampról, vagy nem rampról jövök, hanem felszállópályáról indulok, onnan nem kapcsolja be automatikusan ezeket. Tehát, hogyha fel akarsz menni magasra, akkor ez terrain on ND, tehát ki írja, kirajzolja, hogy mi a magas. És tudtuk ki, mert rajzolt ilyen ezeket, hogy oké, ott van egy hegy, ott is van egy hegy, és akkor látod, hogy hol van ennyi. Ha mondjuk izé van, ha mondjuk GAT 3 flight van, vagy köd, vagy akármi, akkor ezt be lehet kapcsolni, és akkor látod, hogy hol vannak. Tehát ugye kikapcsolom, és akkor nem látszik semmi sem. Bekapcsolom, és ott látszik, hogy ott van valami magas, és valóban ott van valami magas. Ez nem magas, csak a többitől eltérő. Tehát
a nullától eltérő magasság. Ami azért jó, mert mondjuk úgy tudom, hogy sziklás egységben vagy nem a sziklás egységben, hanem bármiféle spread fuel-nek. Na most tudok más kiválasztani, mi? Minden ilyen operable. Akkor miért lehet megnyomni a fuel-t? Nem legy. Csattog. És lehet, hogy át fogom pörgetni a francba. Nem szabad dohányozni, községben legyenek szívesek a zed. Hol lehetett? Nem, más sem. Francba, nem lehet ezért befelé a kabinba beszélni. Nem mindegy. Na, szóval egyébként itt van a speed brake lever. Ezzel nyugodtan lehet játszani, hogyha kell. Nem tudom, hogy az a baj, hogy nem tudom, hogy hol lehet rákötni a... hogy hívják rá. A... Jaj! Ezt kimozdítottam csúnyán. Nem tudom, hol lehet rákötni a keyboardra, mert nem tudom. Ilyen, hogy speed brake lever, ilyen nincs a büzék között. Nincs a kontrollok között. Most nem is kell. $10,400 fuel on board, az jó. Sok minden inoperable. PFD-nek hívják ez az. ND és PFD. ND, PFD. Passz. Hogy miket, minek a rövidítése, nem emlékszem. De azt hiszem navigation display és... Maintain present heading and altitude. Expect VORD on the runway 13 left approach via Tango Papa Sierra transition. Clear to Tango Papa Sierra. Arc like Lima Hotel 6-9. Tangónak hívja magát a Szambó országában. Nem tudom, hogy miért jutott eszembe, de eszembe jutott. Fényeim vannak. Beacon, Wing, Strobe, Runway Lights, Toxi. Legyen. Végülis mindjárt megyünk landolni, mindegy. Takeoff nem kell. Runway nem kell. Csú. Mit lehet még nyomkodni itt? Torkok videó. Ja, itt van az én legjobb dolog. Igen, ez ami nem működik. Tehát nincs semmit, ez sem írja ki a hínok. Tehát ez egy vészhelyjáráshoz kell. Ha nem, nincs izé, nincs elektromosság, viszont ki akarod nyitni a, hogy hívják okat, a kerekeket, vagy hidraulika, vagy akár meg a gravity, tehát hogy a gravity assisted, hogy hívják, kerék kiengedés, és ez így nem működik, tehát nem tudsz, ha véletlen volt olyan hülye, hogy a generátorokat nem kapcsoltad, vagy lekapcsoltad még, mikor felszálltál, vagy indítottál, akkor és repültél egy másfél órát, akkor utána egyszer csak elmegy minden a kokpitban. Kérdezd meg, honnan tudom. A lényeg az, hogy onnantól közben nem tudod kinyitni azért sem a kerekeket sem, úgyhogy ennyi. És itt írja is, hogy
ja hyttyillä. Onkin uudehti sen ammunnistus, jonne hitlät vuonna peintegraa niiden määräinen syystä. Joo, meidän jukkentä siellä saadun, kun jalkoi landing gear. Is auto break. Illetve még ami jó. Nem tudom, hogy megvan-e neked. Vagy nektek, vagy akárkinek. Nem, hol az Istenben van. Itt van. Toggle Throttle Reverse Thrust. Ez egy olyan button, amit ha megnyomsz, akkor átmegy a thruster ide a reverse thrustba. És ugyanúgy kell használni, mint hogyha a weekendben vagy akár másban, tehát hogy benyomod a thrustert, addig nem nullán kell legyen, benyomod a reverse thrustot, átvált reverse thrust módba, és ahogy gázt adsz, úgy kezdi el lassítani a gépet. Tehát, hogyha nagyon-nagyon rövid pályára akarsz leszállni, akkor amint le földet értél, akkor speed break levár, és reverse thrust is mehet. És így körülbelül, hát nem akarok hülyeséget beszélni, de hát egy hosszabb pályának a negyedénél megáll a gép. Nem tudom, pontosan nem mértem le soha, de ez a nagyon rövid idő alatt képes megállni így az R23-hoz. Mondjuk ahhoz képest, hogy 16-szoros anti-aliasing, még mit tudom, mi az Isten minden be van kapcsolva, hát nem tudom. Jó, ezek szépek, de az árnyék. Egyet helyben vagyunk. Az apróságem. Be lehet ejteni mindenfélét, ha akarsz. Feather van, akkor mennyi most az idő? Hány fok lehet ki? Egy. Hát szelet nem tudom. És akkor a vertical approach-on meg legyen 145. Margit sziget. Ez meg már a Szentendrei sziget. Az meg a... Nem Lupato. Lupato? A francia tudja. Na, még szerintem. De nem lenne olyan jó minőségű a föld grafikája, mint eddig, nem tudom, mi a franc van. Mikor az van, hogy mi lenne, hogyha streamelnénk mindenhova, és éppen, hogyha nincs elég sávszél, akkor így jártál. Nem töltött a gépre semmit le, úgyhogy... Awesome.
Light Lima Hotel, 6-9er descent, and maintain 4,000 feet. Descend and maintain 4,000 feet, Arc Light Lima Hotel, 6-9er. Mert lehet is hallani, hogy veszi el a gázt. Nem előre nyomja a joystickot, vagy mi az istent, a side sticket, nem, elveszi a gázt. Because why not? És amikor leér oda, akkor megint ad rá. És akkor nyomok egy approachot. Manage the altitude. Manage speed, manage heading. Kétszeznál vagyok, rakogok rá egy flávet. Arc Light Lima Hotel, 6-9er, you are 17 miles northwest of Sirihely. Contact Budapest Tower on 119.975 when inbound on the approach. Tower on 119.975, Arc Light Lima Hotel, 6-9er. Budapest Tower, Arc Light Lima Hotel, 6-9er, 16 miles northwest inbound for DME runway 13 left approach. ArcLight Lima Hotel, 6-9er Budapest Tower. Cleared VOR DME, runway 13 left approach. Altimeter tree, 0.02345 at 12. Cleared VOR DME, runway 13 left approach, ArcLight Lima Hotel, 6-9er. Még egy notch. Nem nyomtam engage-t. Vagy menedzsd, de mi a fele? Pedig azt hittem, hogy megnyomtam. Manage, selected, managed. Na, jó. Itt látható, hogy egész jól tartja altitúdot, minden meg az irányt. És most ugye megy lefelé az ILS-nek ezért, tehát hogyha ezt elveszem, nem történik semmi, csak annyi, hogy nem látom azt a két pöcsket. Meg tettó. Tehát ez arra jó ez a két pöcsök, hogyha manuálisan akarod lerakni mondjuk. Ha manuálisan akarod lerakni, akkor tud, hogy ott van. Oda kéne vinni a gépet. Most ugye nyilván automatikusan viszi oda a gépet magától ez a cucc. Látszik, hogy egy piros, két fehér, két fehér, nem három fehér, egy piros szerintem. Nem, szarszal. Call 535, turn next taxiway. Valaki nem hajlandó kimászni az erről, vagyről. Ez jó. 2500. Information Sierra 10000 Zulu. Wind tree. Clear
clear to land runway 13 left, arc like Lima Hotel 69er. Sarahazy Airport, information Tango 10. Clear to land runway 13 left, arc like Lima Wind Hotel 69er. Sky conditions, few clouds at 1,100 feet, few clouds at 4,600 feet, few clouds at 11,300 feet. Turn next taxiway. Outer marker. Hozzá, de lassú, de lassú. Jó, hát ez még gyakorolnom kell. Alapvetően meg kell találnom, hogy a francba kell kikapcsolni, hogy bekapcsolni a jót. Mi a gombja ennek, mert ez nem igazán oké, hogy le kell néznem oda. Miközben leszállok. 1 for Arc Like Lima Hotel 69. Ground, pull out 535, request taxi to parking. Pull out 535, taxi to general.